A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok! Kovács János világot járt karmester a vendégünk, Kossuth díjas, Prima Primissima díjas, többfelé volt vendégkarmester, ugye az Operaházból nyilván nagyon sokan ismerik, de hát természetesen koncertezik is jó néhány felé, és nekem az a tapasztalatom, most előtte is, a műsor előtt is már jókat beszélgettünk, hogy olyan jól tud beszélni zenéről, meg azon keresztül akár az egész világról. Természetesen hívhatják őt, ahogy megszokták, kollégák már mutatják is a számot, 44513 49, vagy skype.tv.fixhd, és most a Víg Színházban, illetve a Pesti Színházban vannak jegyeink, mondom, hogy mikre? A Penteszileai program, az a házi színpadon egy produkció, Földrengés Londonban, ugye Eszenyi Enikő rendezte, Isteni ítélet Mohácsi János, egészen kiváló rendezése. Pesti Színház a Velencei Kalmár, a Mikve, és egy régi, szinte már múzeumi darab, a Képzelt beteg. És akkor Kovács János. Olvasom, hogy értelmiségi szüleid voltak, és rajongtál értük. Miért? Hát, amiért az ember a szüleiért rajong általában, de ebből inkább az az érdekes, hogy édesapám, aki egy Budapest szerte közkedvelt gimnáziumi tanár volt, ő írta, a diákjai rajongtak. És ez mit jelent, hogy Budapest szerte? Több iskolában volt. Igen. Tehát mondjuk az utolsó, meg nem mondom, hogy hány évet, talán 15-öt a Rákócziban töltötte, aha, de előtte több helyen volt tanár, és az Apácaiban is. Mit tanított? Magyar latint. Aha. Csak engem nem tanított meg se egyikre, se másikra, de az élet a tanítás volt, és hát enyhén szólva humán beállítottságú volt. Édesanyám pedig 40 éven keresztül volt óvónő, és az a típus volt, aki nem könyvből tanulta a gyerekek nevelését, az együttlétet a gyerekekkel. Úgyhogy ilyen módon tulajdonképpen két olyan szülővel voltam megáldva, akik lehetővé tették számomra, hogy a munkatársaimmal és kollégáimmal jól tudjak kommunikálni. Aha, és ez rögtön azt is jelentette, hogy nálad viszonylag hamar eldőlt, hogy zenei pálya? Nem. Viszonylag későn, és igazából annyira későn, hogy nyolcadikos koromban még az Apácaiba jártam általános iskolába. A matek tanárom nagyon nehezményezte, hogy miért megyek át a konziba, mert igazán rendes matematikus lehetett volna belőle. Most be kell vallanom, hogy azóta sajnos ez a képességem a minimum. Hát ezt rólam senki nem feltételezte soha. Úgyhogy és akkor, tehát akkor mégis hát a konziba, akkor az ez már... Ez azt jelenti, hogy 14 éves igen. koromban... És akkor már zongoráztál meg? Igazából a zongora volt az első, ami nagyon foglalkoztatott, és annak ellenére, hogy akkoriban még csak úgy éreztem, most már tudom, hogy teljesen alkalmatlan voltam arra, hogy zongorista pályára menjek, hát, azon egyszerű oknál fogva, hogy a kezem nem olyan ügyes. Tehát nagyon primitíven azt tudom mondani, hogy a negyedik, ötödik ujjam lényegesen gyengébb, mint a többi. És de ez mi az, hogy gyengébb, hogy effektíve? Nem tudok ugyanolyan erővel és ugyanolyan de sebességgel. De azt nem lehet tornával ezzel azzal erősíteni? Lehet egy bizonyos szintig, de akinek igazán adottsága van, annak nem kell ilyesmihez. Az is gyakorol, mint az őrült, de akinek adottsága van, annak van miért gyakorolni. Jobb hiány lettél karmester? Sajnos beigazolódott nálam is ez az egyébként egy kicsit pejoratív értelemben vicces hogy állítás, mely szerint akár aki nem tud egy rendes hangszeren játszani, az elmehet zenetudósnak vagy karmesternek. Én most sajnos csak a saját szakmámra gondolok, amikor ez így elhangzik, de
Igazából egy kicsit ártatlanabb azért a dolog, mert a Konziba én kötelező zeneszerzés tanszakra nyertem fölvételt Szelényi Istvánhoz. Az mi az, hogy kötelező zeneszerzés? Akkor még volt ilyen tantárgy, nem tudom, hogy most van-e, tehát az még nem volt tökéletesen evidens, hogy aki arra a tanszakra jár, akkor az zeneszerző. Aha. De ott volt mellette kötelező tárgyként a zongorázás és egyéb zenei tárgyak, de arról is kiderült nagyon hamar, hogy egyszer nem jut eszembe semmi. Tehát megtanultam a idézőjelben a mesterség csínyát, bínyát, amennyire az egyáltalán tanulható, de ezek tulajdonképpen a legegyszerűbb dolgok, akkoriban a Kesslernek az összhangzattana, meg szóval olyan alapfokú tudomány, amit tulajdonképpen bárki elsehet. De a karmesterség az elég hamar mehetett, hát hiszen rögtön főiskola után oda vettek korrepetitornak az operázba, és 3 év múlva már karmester is volt. A történet úgy kezdődött, hogy bekerültem a Konziba, zeneszerzés szakra, és az osztályomban abban az évben, meg a szomszéd osztályokból verbúváltam egy zenekart. Szóval valószínűleg inkább a szüleimtől örökölt ilyen közösségi lény típusa volt az, ami bennem fölébresztette azt, hogy verbúváljak egy zenekart, és arra is emlékszem, hogy Coriolani tánt játszottunk, és talán Beethoven első szimfóniáját. Szóval úgy neki mentem a dolognak, mert egyszerűen ilyen ötletem volt. Ez nem jelenti azt, hogy eleve elhivatott voltam, hanem menet közben alakult ki. Na, de akkor már valami alapján csak hívtak az operaházba, nem? A pontos történet a dolognak az, hogy akkoriban még a karmesterképző 5 évenként volt csak, milyen egészséges idők voltak, hogy nem termeltek évente egy rakás, szerencsétlen, tehetségtelen marhát a pályára, és én korengedménnyel 17 éves koromban kerültem be Kóródi András osztályába. És akkor, amikor befejeztem a főiskolát az ő vezetésével, akkor én igazából Simon Albert tanítványának éreztem magam, aki egy legendás zenei személyiség volt, és aki mellett rengeteget tanultam, és sameszkodtam is mellette, és akkor 2 út állt előttem. Én szívem szerint Simon Albert javaslatára maradtam volna a főiskolán, mint tanársegéd, de Kóródi András azt mondta, hogy a fülemnél fogva becipel az operába, kötelezően tessék eltölteni 1 év korrepetitori munkát, szóval 1 évig tessék dolgozni az operába, utána, ha nem tetszik, le is út, fel is út, és aztán ott ragadtam. Na, akkor erre visszatérünk, de régóta már egy Skype-oló, Kovács János, Bóta Gábor, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket, Kujás Éva vagyok. Hogy rövid legyek, nagyon sok koncertjén láttam Kovács Jánost karmesterként működni, de hogy most aktuális legyek, ami nekem most eszembe jut Kovács János karmester úrról, hogy a Nemzeti Filharmonikusok legutóbbi útján, amikor Kocsis Zoltán már nagyon beteg volt, akkor a saját felkérésére, mármint Kocsis Zoltán felkérésére ő segítette ki a zenekart a kínai turnén, aminek nagy sikere volt, úgy tudom. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok, köszönöm szépen, viszontlátásra. Jár a 2 jegy, Vígszínházba vagy Pesti Színházba, és várjuk az újabb Skype-olót vagy telefonálót. Igen, ez bekerült a médiába, ez a történet. Ez elképesztő volt. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Kocsisnak már a durván két évvel ezelőtti nagyon nagy műtétje, amikor az aortája megrepett, hogy akkor is rám gondolt, akkor egy évadnyitó koncertet kellett a Nemzeti Filharmonikusnak. De ilyenkor mi történt? Ő fölhívott téged, és mit mondott? Vagy nem a munkatársain keresztül? Nem. Hát akkor ő valahogy kinyögte, hogy a Janó csinálja, szóval a munkatársai hívtak föl ebben, de azt tudom, hogy utána visszahallgatta a koncertet még beteg ágyán, és meg volt vele elégedve. De emögött természetesen miközben borzasztóan megtisztelő, én egy picit azt éreztem, hogy
ő azért respektált engem részint, majdnem egy év folyam voltunk, én idősebb voltam nála, de igazából tudta rólam, hogy borzasztóan csodálom az ő különleges tehetségét is, hogy azon kevesek közé tartozom, akik nem fúrják, vagy nem mondanak róla olyat, ami esetleg neki rosszul esett volna. Őt sokan fúrták? Nem, ez nem jó kifejezés. Tehát a szakmán belül, a karmesteri szakmán belül az egy teljesen elfogadott dolog volt, hogy a karmesterek többsége azt mondta, hogy Kocsi Zoltán egy zseniális zongoraművész és elképesztő adottságú univerzális zenei fenomén, de hát, hogy bizony a karmesterségnek a manuális része az nem igazán az ő birtokában van. És erről nekem megvan a magam külön véleménye, és természetesen nem értettem egyet a kollégáimnak ezzel a nagyobb táborával. Tehát mi erről a problémakörről elég régen, olyan 25 évvel ezelőtt beszélgettünk, amikor egyszer közösen léptünk föl az akkori állami hangversenyzenekarral. De ez elég általános, nem? Hogy zongora művészből, de másokból is, hát a Manu Hinn is például élete végén vezényelt, és én is úgy éreztem bizony, hogy hát nem vezényel olyan jól, mint ahogy voltam koncertjén a Kongresszusi Központban, és voltam olyan koncertjén a Zeneakadémiában hegedül, és nem éreztem azt a zsenialitást bizony. Nincs rá recept. Tehát én nem mondhatom azt, hogy minden hangszeres művész, aki a hangszere mellől odaáll a pulpitusra, az mind zseniális, de egy helyzeti előnyük van. Az, hogy valaki zenében zseniális, az egy alap arra, hogy odaálljon a többiek elé. Tehát aki nagyon-nagyon jó zongorista, akkor annak zenekari muzsikusként én sokkal jobban elhiszem, hogyha mond valamit, mint egy olyan, aki csak a levegőbe szeletel, és igazából se hangszere nem tud, nem igazán derül ki. Ez ilyen szempontból egy szélhámos szakma. Tehát nem igazán derül ki, hogy milyen a felkészültsége az illetőnek. Na most a Kocsissal kapcsolatban pedig végig az volt az érzésem, és ezt pedzettem az előbb, hogy amikor 25 évvel ezelőtt beszélgettünk körülbelül az állami hangversenyzenekar előtt, akkoriban kezdett dirigálni. Lehet, hogy nem jó évszámot mondtam. És azt mondta, hogy őt az idegesíti, hogy látja, meg tapasztalja zongorista szólistaként is, hogy micsoda sarlatán tehetségtelen marhák vannak a karmesterek között szép számmal, és hogy neki eltökélt szándéka, hogy szeretne zenekaroknak betanítani alapfokon korrekt módon, de szeretné átadni azt a tudását, amit mint zongorista megtapasztalhattunk tőle bármikor. És én ezt egy alapvető fontosságú dolognak. És veled ez például hogy volt, ugye nem? Nem is olyan régen Fáj Miklós leírta rólad, hogy elfecséreled ott a tehetségedet az operaház taposó malmában, ahelyett, hogy nagyszabású koncerteket vezényelnél inkább egyfolytában, miközben te mindig ragaszkodtál az operaházhoz, akkor is, amikor lehetett tudni, hogy az operaház zenekarát a szakma ugye a BK-nak a nagyon feneke alá sorolja, és hogy azt mondtad, hogy igen, az is egy szép feladat, meg az a kunszt, hogy alul fizetett zenészekkel, akiknek meglehetősen rosszak az életkörülményeik, és igen nehéz rávenni őket arra, hogy a darabbal foglalkozzanak, hogy ezt valahogy te eléred. Hát, ezek ilyen részigazságok. Az operához való kötődésem inkább a műfajhoz szólt, de természetesen az intézményhez is hűség fűz, meg főként az, hogy a kezdeti éveim még a nagyon nagy énekes generáció jelenlétében teltek el. Tehát az imént még beszélgetésünk előtt említettem neked, hogy számomra meghatározó élmény volt egy Simándi József, egy Melis György, Komlósi Erzsébet jelenléte a színpadon, vagy a próbaszobában, és hát a sors úgy hozta, hogy az én feleségem, aki tavaly hagyott itt, a Sudlik Mária is ezek közé, a nagy bölények közé tartozott. Tehát az én operaházi hűségem elsősorban ezeknek a nagy személyeknek, a személyiségeknek
a hozzájuk való kötődésemnek köszönhető. Hozzáteszem, hogy karmesteri gárdában is voltak olyanok, tehát lehet, hogy most olyat mondok, ami kicsit szokatlanul hangzik. Én az egyik legnagyobb magyar zeneművésznek, Erdély Miklós tartottam, aki szintén nagyon hosszan volt, sokat káromkodott ő is, nagyon nem volt megelégedve az operaház irányultságával, munkarendszerével, szervezettségével, stb. Stb. De hát párját ritkító. És az igaz, hogy te is azért, hogy mondjam, tehát most itt ül velem szemben egy ilyen végtelenül szelíd, halszavú ember, hogy azért te tudsz ordítani. Új. El is szégyellem magam mindig utána, és ráadásul nyomdafestéket nem tűrő durvaságokat is szoktam tudni ordítani, vagy előadás közben csak sziszegni, de nagyon remélem, hogy... Azt most próbáld megmutatni, az hogy néz ki, amikor előadás közben? Tehát nyilván nézel is hozzá úgy keményen. Aha. Kicsit hangosabb. Kicsit hangosabb. De az igazság az, és amikor ordítasz, az mi kell? Az ordítás az nem előadás közben történik, hanem próbán. Akkor a teljes kétségbeesés, amikor olyan betonba ütközöm, akár kollégáim részéről, vagy egyáltalán a szervezetlenség folytán, hogy volt egy olyan időszak körülbelül nem tudom hány évvel ezelőtt, amikor pont Erdély Miklós nyomába, aki infarktusba halt meg, egyszer csak azt éreztem, hogy nem szabad visszatartanom, aki kívánkozik, mert megkönnyebbülök tőle. És ezen ócska indoklással kerültem én a káromkodó karmesterek sorába. És ez személynek szól, vagy az egész? Helyzetnek. Van, helyzetnek. Egy helyzetnek. Mondjuk annak, hogy ugye azt lehet tudni, hogy alig van próbára idő gyakran, felújító próbára is alig van idő, színpadi próbára végképp szinte nincs idő. Nagyon egyenetlen, tehát vannak olyan előadásaink, most a máról beszélek, vannak olyan előadásaink, amik kiviteles helyzetben is nagyon jól bepróbálva jutnak a közönség elé, és hát egy jelentős része a repertoárnak, ahogy esik, úgy puffan, amiért kollektíve szégyeljük magunkat, de egyszerűen egy ekkora repertoárt nem lehet egyenletes színvonalon tartani. Na de kell ekkora repertoár? Tulajdonképpen igen. Tehát én mindig is ilyen szempontból az operaház most kivételesen jó helyzetbe került azáltal, hogy 3 évvel ezelőtt az Ókovács megnyitotta az Erkel színházat. Ókovács Szilveszter. Igen. Csak a nézőkedő. Bocsánat. És ráadásul lényegesen olcsóbb helyárakkal, mint ami az operaházra volt jellemző, és ezáltal úgy érzem, vagy úgy tudom, hogy az úgynevezett magyar operabarát közönség meg itt hozzájutott ahhoz, hogy operát hallja. Igen, az operaházban már bizony túlnyűn a többségben, szerintem több is, mint 50%-ban külföldiek vannak. Így van. Így van. Mert egyszerűen ezeket a amúgy Bécsből nézve röhelyes jegyárakat mi meg nem tudjuk kifizetni. Most olyan időket élünk, hogy tulajdonképpen a rendszerváltás előtt volt ilyen nagy repertoár, és játszottunk paralel mind a két színházban nagyon sok előadást. Akkor is nagyon sok volt a kívánnivaló az előadások minőségével kapcsolatban. Elfelejti, hát megy négyszer egy évadban, és utána egy év múlva már a kellékes se tudja, hogy mit kell berakni. Így van. Sőt, lehet, hogy már más is a kellékes. Tehát, hogy... Ez sajnos avval együtt, hogy most soha nem látott jó időket él az operaház anyagi szempontból, de... Az, hogy nagy repertoár tudjunk műsoron tartani, az sajnos elsősorban anyagi ráfordítás kérdése. Tehát egy nagyobb létszámú zenekar, most igen nagy a létszám egyébként, egy nagyobb létszámú kórussal, paralel a két házban egy fővárosnak azt gondolom, hogy a lehető legszélesebb repertoárt kell biztosítani. A lehető az természetesen sokféleképpen értelmezhető, de mindenképpen úgy gondolom, hogy nem az az igazán jó metódus, hogy évente 12 darabot játszunk, és aztán következőben még kettőt hozzáveszünk, akkor kettőt leselejtezünk. Ez jó metódus, hogy évente bemutatunk mondjuk 30-at? Meg kell találni a módját annak, hogy de lehet, hogy nem 30-at, hanem csak 25-öt kell, de most nem akarok ilyesmikbe belekapaszkodni. Azt kell megtalálni, hogy ne adjunk bóvlit, tehát, hogy bepróbálatlan,
olyan előadást se adjunk, tehát volt olyan előadásom, amiben előre bocsátom, hogy én nem értek a rendezéshez. Ezt mindig azt szoktam idézni Ferencsik Jánostól, aki azt mondta szintén, hogy nem ért a rendezéshez, de rá tud csodálkozni arra, ami jó. Ezzel körülbelül én is így vagyok, és úgy tűnik, hogy ez egy ügyes kibújás az alól, hogy megítéljek rendezéseket, de tényleg ez az őszinte hozzáállásom a dolgokhoz, és a lényeg az, magyarul, hogy vezényeltél azért egy csapnivaló rendezést, meg olyan jót is, mint mondjuk Kovalik Balázs Turandottja, ami nagyon mondom, hogy a szakma, meg a közönség. Azt mondom, hogy azt tudom tetszés mondani, hogy X is rendezésben jól érzem magam, mint karmester. És ez nem egy óvatos... Diplomatikus. Nem, ez az igazság. Ez az igazság. Lehet, hogy bőven... És X rendezésben meg nem érzem jól, van. Mint karmester. Így van. Nagyon régóta vár megint egy telefonál. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Parancsoljam! Üdvözlöm a Buta Gábor urat és a Kovács művész urat! Igen! Isten áldásával áldott karácsonyi ünnepeket, hasonlókat. És boldog új évet kívánok, és a János urat, a Jóisten kértesse, boldog névnapot kívánok! Jaj, az most van! Köszönöm. Bocsánat! Majd nem most tudom. Lesz! Most lesz! Jó! Igen! Oké! Okay. Én szeretném említeni, nagyon sokat... koncertezett, vezényelt külföldön, Szlovéniában, Tókiától kezdve mindenfele járt a művész úr. Oké, maradjunk ennyiben. Igen, elég. És rengeteg, még annyit szeretni, rengeteg kitüntetést kapott. Igen, nem szereti elmegetni a sok kitüntetést. Nem, akkor nem mondom. Köszönöm szépen. Én az elején már elmondtam, most igen? Kimondhatom még Kossuth, meg Prima Primissima, de már kiírni se engedte. Nem, köszönöm jó. Szépen, viszont hallásra jár a két jegy, Vixen, Pesti Színház, és természetesen várjuk még bőven a telefonokat, meg a Skype-okat. Szóval, hogy igen, én nekem az a gyanú, hogy ekkora repertoárt nem lehet egyébként normálisan karban tartani. Így meg, van, egy része meg most egy nagyon profán dolgot fogok mondani. Ha az operaházba úgyis zömébe külföldiek járnak. A külföldi úgy megy operaházba, hogy amikor itt van, egyszer el akar menni. Nagyjából neki tök mindegy, hogy mit adnak szerintem, mert egyszer el akar menni, amikor éppen azon a héten itt van. Tehát neki nyugodtan lehetne akár 50-szer ugyanazt játszani, mert mindig a más külföldi megnézni ugyanazt. Tehát, hogy ezért nem érdemes nagy repertoárt föltartani, hogy a külföldinek tök mindegy, hogy mit néz. Ha tényleg a magyarok tudnák nézni, ahogy az Erkelben, akkor már igen, akkor azt mondom, hogy tényleg a Rigolettót a felnövekvő nemzedék, a Wagner Ringjét a felnövekvő nemzedék, az mindig láthassa, de most se láthatja, mert ha egy hétig elmulasztja, mert akkor éppen nem ér rá, akkor megint várhat egy évet. Nekem nem különleges, hanem a mostanitól, nem a mostani, hanem már 20 év óta. Tehát én a rendszerváltás előtti időszakhoz kötődöm a célkitűzést illetőleg. Emiatt sajnos teljesen indokolatlanul még azt is hallottam, hogy bolsevista álláspont, pedig semmi köze a politikához annak a fölismerése, hogy az opera, mint műfaj, valóban arisztokrata világban született meg, hercegi, királyi, stb. Palotákban. És sokan, sajnos a politikusok is ilyen úri huncutságnak tartják. Igen, és elfelejtik, hogy azóta a műfaj kinőtte magát, és egy olyan repertoár íródott opera műfaj címén, amit én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az iskolában azt mondják, hogy legyen kötelező olvasmány az Egri csillagoktól a Hamletig, nem tudom, most nagyon hülyéget mondok, de ugyanígy az opera repertoárból is kötelezővé tennék, mint ahogy édesapám kötelezővé tette az Otellót, a Hovas csinált az osztálya számára, mert úgy érzem, hogy a műfajnak ezek az arisztokrata közönséget rég kinőtt része, aki egy ilyen előadást, jó előadásban megnéz, utána úgy távozik az operaházból, hogy fél méterrel a föld felett jár. Igen, de te, éppen te beszéltél arról, és ez mélyen igaz,
hogy a fordítottja is van. Nekem egy nagyon jó zenetanárom volt Ungár István, ugye a Ungár Imre zongorista fia, de saját jogon is ő egy elképesztő személyiség. És ő is elvitt minket, tehát telebeszélte a fejünket mondjuk a Boris Godunovval, és utána benyomott minket az operába a Boris Godunovra. Vagy elvitt minket a Figaróra, és akkor süllyedt össze, és próbáltam magyarázni, hogy ez tulajdonképpen azért jó opera, még ha ezek után ezt úgyse hiszitek el nekem. Tehát, hogyha tehát fordítottjára, tehát hogyha valaki végigunatkozik egy 4-5 órás Wagnert, egy rossz vagy közepes előadásban, akkor azt mondja, hogy én ide be nem teszem a lábam, hát ez rémes, ezt alig lehet végigülni. Tehát ahhoz olyan előadások is kellene, és bizony sajnos olyan árak is, amik az Erkelbe egyébként tényleg az utóbbival nem értek egyet. Mert azt gondolom, hogy mint ahogy az egészségügyre is a töredékét szánják annak, ami kötelező volna, az oktatásra és a kultúrára is az egymilliómod részét szánják, és én tudom... Ezzel én milyen? Ezt gondolom én is. Tehát visszatérve ahhoz, hogy úri huncutság-e az opera, azt gondolom, hogy nem. Annyi pénz kell, és tudni kell, amit a Rudolf Bing leírt a Metről írott könyvébe, hogy aki nem tudja, hogy az opera a műfaja a legveszteségesebb dolog a világon, az alapfokon nem ért a szakmához. Tehát ezt egy kormányzatnak, egy államnak tudomásul kellene venni, és nem azt mondom, hogy szórni kell a pénzt, és nem arra kell szórni, hogy megfizetetlenül drága vendégművészeket hozunk, jöjjenek azok is. De igazából arra kell, hogyha betéved oda egy laikus, idézőjelben mondom, akkor ne egy olyan előadást fogjon ki, amitől utána azt gondolja, hogy hát az opera az így nézhetetlen és hallgathatatlan dolog, mint ahogy főiskolás koromban én is azt gondoltam, hogy az opera egy kupleráj, ahol a zenét megmestelenítik. Aztán oda kerültem az operába, és miközben tanulmányoztam a műfajt, rájöttem, hogy nem a műfajjal van a baj, hanem az, ahogy gyárilag előállítjuk az előadásainkat. Ehhez nagyon sok pénz kellene, a tehetségek állítom, hogy mindig megvannak, de őket meg olyan helyzetbe kell hozni, inkluzíve kórus, zenekar, hogy mindenkiből igazán a java jöjjön ki. Tudom, hogy ez egy kicsit közzabálónak hangzik, ahogy elmondom, de biztos vagyok benne, hogy a dolog működhet. Csak hát olyan követelményrendszere van, amit általában nem tudnak, vagy nem akarnak teljesíteni. Akkor adjunk Skype-ot. Jó estét! Jó estét kívánok! Tisztelettel üdvözlöm Kovács János karmester urat és Bóta Gábor urat. Köszönjük! Répási Anna vagyok, és az utolsó mondatai nagyon megragadták a karmester úrnak a gondolatomat, vagy az emlékeimet, mert a papájával kapcsolatban, hogy a gyerekeket is vitte az operába, én is vittem, és az első ilyen találkozásunk az operaházzal a Fidelio volt. Azt nem emlékszem, hogy karmester úr vezényelte azt, ez 80-as évek végén, tehát 89 környékén lehetett, és maradandó élményt eredményezett a gyerekekben a Gregor József és Palmár Magda énekelt ebben az előadásban. Hogy karmester úr vezényelte? Még az is lehet. Az igazság az, hogy dirigáltam a Fidéliót, sajnos a memóriám az évszámok tekintetében teljesen használhatatlan, de lehet, hogy más téren is, de ha 80-as évek végén, akkor még lehet, hogy én is dirigáltam, de nem volt kisajátítva egy-egy darab, tehát igen. Kívül más is dirigálta. És mivel több dolgot is olvastam már, Miskolchoz kötődöm is, a Miskolci Opera Fesztivál során, hogy a Fidéliót annak ellenére, hogy nem kosztümös szerepben eljátszották a Művészetek Házában. Ez az egyik emlékem ezzel kapcsolatban. A másik pedig, hogy olvastam azt, hogy a karmester úr azt mondja, hogy hát a karmesterség szélhámos szakma, dirigens könnyen becsaphatja a zenekart és a közönséget is, arra hivatkozva, hogy Strauss azt mondta, hogy
ha a zenekar eljárta a Kottában leírt hangok 70%-át, akkor ő már elégedett. Én ennyit szerettem volna hozzátenni, és mélységesen meghajlok az ön hatalmas nagy tudása és karmesteri tevékenysége előtt. Köszönöm szépen, és kellemes ünnepeket kívánok. Hasonlókat kívánok önöknek, vagy önnek, és akkor várjuk az újabb telefonokat, vagy Skype-okat, a jegy természetesen jár. Na, mennyire szélhámos szakma ez? Ugye neked például van egy elmesélsz egy sztorit Solti Györgyről, aki a Covent Gardenben vezényelt, talán épp Figarót, nem? Figarót. Igen, Figarót vezényelt, és hogy a... Ezt én is csak olvastam egyébként. A pálcával homlokon szúrta magát. Nyilván olyan hébbel vezényelt, igen, hogy dur. És hogy ki kellett menjen, mert nyilván be kellett kötözni, vagy nem, igen, tudom, mit kell csinálni. És a zenekar játszott tovább, igen, és olyan nagy baj nem lett. Nem. Általában véve azt lehet mondani, hogy ennek tulajdonképpen, amiről beszéltünk, nincs köze ahhoz, amit én úgy apostrofálok, hogy a karmesterség szélámos, és természetesen ez egy kicsit hebehúrgya ítélet, de sajnos az a véleményem, hogy a karmesterek többségéből, kivéve azokat, akik hangszer mellől álltak föl, hiányzik a hangképzésnek a veszélyérzete. Tehát ez egy kicsit elvontnak tűnik, de mindjárt elmondom. Egy zongoristának nagyon erősen ügyes ujjak kellenek, hogy a virtuóz darabokban oda találjon és el tudja játszani. Egy hegedűs, ha egy milliméterrel odébb teszi az ujját, akkor hamis hang szól. Egy kürtösnek, hogy megszólaljon, mit tudom, a galántai táncok elején a szólóban az a félmagas hang. Szóval ez a veszélyérzet egy karmesternél, ahogy mondani szokták a viccel, hogy a pálca nem szólal meg. Uh-huh. Tehát a legtöbb karmesterből elmúlik, és ebben együtt, hogy nincs meg a veszélyérzete, elfelejti megbecsülni az összes olyan művész kollégát, aki hangképzéssel foglalkozik, legyen az énekes, kürtös, koncertmester, stb. És egyszer csak előáll egy olyan paranoia, amitől azt gondolja, hogy ő fölötte van az egésznek. És ez lecsapódik aztán a művészetben is, mert a nagy többségnek halvány fogalma nincs, vagy ennyi kapcsolata nincs szerzővel és művel, mert nem azt tartja fontosnak, hogy ő egy láncszem legyen abban a gépezetben, ami egy szerzőnek egy művét életre kelti, hanem azt gondolja magáról, hogy ő az, aki... Igen, csak tudod, az ellenkezője is van, hogy odaáll valaki, és, ez a ritkább. És gatyába, és tehát talán emlékszel rá, hogy a Giuseppe Patané az Erkel Színházban egy ilyen évad elején, vagy végén, nem, azt hiszem elején, végig vezényelt egymás utáni napokon 8 operát. Igen. Na most azok a szana szét esett előadások, a szana szét lévő zenekarral, hihetetlen volt, hogy egy szál manusztól hogy állnak viszonylag össze, és én végigültem mind a 8-at. Igen. Mert egyszerűen elmentem az elsőre, és nem tudtam elmenni a következőre. Nem tudtam nem elmenni a következőre. És azt láttam, hogy az a trubadúr, amit én végiguntam, az hát az most majdnem zseniális. Igen. És hogy, tehát, hogy ilyen van. Van. És te is mondasz ilyen példát, hogy mit tudom én, a Furtwängler valamit úgy vezényel, hogy te meg sem merted hallgatni 20 év óta, vagy talán nem a Furtwängler, nem tudom, de, kire biztos. Mondod. Hogy meg sem merted hallgatni 20 év óta, mert úgy gondolod, hogy ennél jobban úgy se lehet, és akkor ez téged nyomaszt. A nyomaszt a dologban a következő, hogy most egy rég elmúlt generációról beszélünk, a Patané annak egy későbbi leszármazottja, de azt tudom mondani, hogy természetesen elsősorban a karmestereknél, de azt gondolom, hogy hangszeres művészeknél is, hogy a Furtwängler generációja meg az előtti olyan személyiségekkel volt tele, akik hasonló eredményt értek el zenekarokkal, és ha egy
nem Furtwängler Lenninnek hívnák most, hanem egy ismeretlen ember volna az ő adottságaival, bármelyik zenekar elé odállna, akkor kiröhögnék, mert a mai zenész, illetve zenész generáció és a közönség arra van ráállva, hogy odáll egy pálca virtuóz, és nagyon-nagyon hatásos mozdulatokkal mellékelve pofavágást, szörnyű hogy a kamerának szenvedést. Dolgozik kvázi. Szóval van egy koreográfiája a dolognak, ami manapság már elengedhetetlen. Ha megnéz bármelyikünk egy korabeli fölvételt Furtwänglerről, akkor jön ez a misztérium, hogy vajon mitől? Mert lát egy olyan embert, akiről a Piatigorszky azt írja a könyvében, hogy Furtwängler csak sűrű köpködések közepette tudta reszkető jobbját lefele kényszeríteni. Hozzátette zárójelbe, hogy a köpet sosem jutott túl az első csellópulton, ugyanis a Piatigorszky akkor a berlini filharmonikusok szóló csellistája volt. De szóval akkor föl sem merült, hogy egy nagyon tehetséges ember, hozzáteszem, aki egyébként zseniális zongorista és kiváló zeneszerző volt. Nem olyan kiváló, hogy a művei feltétlenül az utókornak emészthetőek legyenek, de tudta a szakma csinyát, binyát. És valami egészen különleges adottsága volt, amivel a művet, a szerzőt és a művét, a lényeget tudta közvetíteni előadó gárdának és a közönségnek. És abszolút nem rendelkezett a karmesterségnek a látványos... Hát gyakran akár nem is használ pálcát. Sőt, még dobogót se feltétlenül. Mind a kettőnek mozgásszervi oka van. Tériszonyom van, ezért nem bírok dobogóra állni. De mi? Arra bármilyen. Csak a zenekarjárókban, az operában tudok dobogóra állni, mert ott van a hátam mögött az a melvéd, aminek akár... De ezt nem... máskor is föl lehet tenni, hát ezt a... De azt nem bírom elviselni. Ja, azt már akkor meg ketrecbe érzed magad? Ketrecbe érzem magam, meg az ilyen kapaszkodni való, szóval az nem igazi támasz. A pálca nélkül való dirigálást az operában már rég nem csinálom, mert ott a műfaj technikája megköveteli, hogy az ember egy olyan lehetőleg fehér fényű botot használjon. Amit, de hogy az énekes jól láss. Nem csak az énekes, hanem hogy a technikai gond az, hogy a színpadot, a színpadszintet és a zenekari árkot kell egybe boronálni, és ehhez egy fokkal látványosabb eszközre van szükség. Koncertpódiumon egy jó akusztikájú helyen, ahol állandó világítás van, ott tulajdonképpen nem igazán fontos. Na, van egy bejátszásunk, nem biztos, hogy örülni fogsz neki. Ez egy jó akusztikájú hely. Ha jól emlékszem, a MIPA Bartók Béla terme. Ott te átvettél egy díjat, és erről van egy kis bejátszásunk. A Prima Primissima díjat kapod ott meg éppen. Tisztelt adományozók, tisztelt közönség! Ha nem Kovács Jánosnak hívnának, drága szüleim jó voltából, és hogyha nem olyan lennék, amilyen vagyok, akkor talán el tudnám képzelni, hogy érdemes lennék ekkora megtiszteltetésre. Ezért inkább szerénységből, hangsúlyozom, nem álszerénységből, szeretném felidézni az opera irodalom egyik gyöngyszemének, Benjamin Britten Albert Herring című operájának a címszereplőjét, aki amikor most nem tévedés, amit hallanak, a városka lakói a május királynővé választják, és utána a bizottság, a kuratórium azt mondja, de Albert, hát szólj már egy szót, mit szólsz ehhez a megtiszteltetéshez? Akkor a következőképpen nyilatkozott meg. Nagyon köszönöm! Igen. Hosszabb nem ment. Egyébként nem. Itt azért meg voltál hatva rendesen, mert ez nem látszik nem, rajtad. Nem fogod. Először nem. Is nagyobb be voltam csinálva, hogy igen. Föl kell mennem a színpadra, és kifejezetten mérges voltam. Hogy mire? Hát arra, hogy én kaptam meg. Most ott azt ült, hiszed... láttam a felvételen, hogy a Jávori Fegy a Klezmer Band vezetője ült talán igen. Melletted, aki igen. Még a és kategóriát... a Baráti Kristóf, akit hát... A Baráti, a hegedű művész. Igen, akit hát mind a kettőjüket sokkal inkább tartanék. És hozzáteszem, tényleg nem álszerénységből. Aztán hallottam ilyen indoklást,
hogy azért, mert hogy ez kvázi életmű, tehát én már abban a korban vagyok, hogy sokat dolgoztam ezen a pályán, és hogy ezzel jutalmazták, és hát a Kristóf fiatalember hiába van a világ tíz legjobb. Megkapja még, igen. Na, szóval mindegy, szóval annyira elképzelhetetlennek tartottam, hogy én megkapjam, hogy amikor meghallottam a nevem, akkor káromkodtam egyet. Tényleg? Tényleg. Na jó, adjunk telefont, aztán erre muszáj visszatérni. Jó estét! Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket. Én Gulyás, én Gratina Etelka vagyok, és a műpához akarok kapcsolódni, amit az előbb említett a művész úr, hogy minden évben van a műpában ez a maraton. Az idén a Schumann maraton volt, és a művész úr vezényelte a budapesti vonósokat. Én több helyen már találkoztunk, hallottam vezényelni, nagyon-nagyon csodálatos dolgokat tud létrehozni. És engedjék meg nekem, hogy egy mondat erejéig a kedves feleségére, hogy emlékezzek. Én Sudlik Máriával nagyon-nagyon sok operát láttam, és csodálatosan emlékszem vissza rá. Kívánok Önöknek kellemes ünnepeket, jó egészséget, viszonthallásra. Önnek is természetesen. Nagyon szépen köszönöm. Viszonthallásra. Még két telefonra vagy Skype-ra lesz módunk. Na jó, térjünk vissza. Te időnként elmondod, hogy te nem tartod magad nagy karmesternek, miközben hát valahogy mégiscsak így jegyeznek téged. És szerintem jó, most az, mert ugye én nem vagyok zenekritikus, tehát semmit nem jelent, hogy én mit mondok. Mert ha a színháznál mondom, hát ha egy picit valamit jelentene. De hát én nekem is nagyon jelentős élményeim fűződnek hozzá. Tehát, hogy van ez, hogy te mindig elmondod, hogy nem, miközben Tokióban vendégkarmester, nem tudom, voltál vagy, miközben itt az operaházban első karmester, örökös tag, mester, minek mondják ezt? Mesterművész. Mesterművész. Tényleg nincs már olyan kitüntetés, amit nem kaptál meg. Tehát, hogy akkor mitől van benned ez a, nem, tehát nem tudom, kisebbségi érzés, vagy nem tudom. Nincs kisebbségi érzésem, én nagyon jól meg tudom ítélni a szakmámat, mondjuk. Igen? Így. Miközben nem gondolom, hogy nagyon jó karmester lennék, az ítélőképességem tökéletes ilyen szempontból. Tehát én, ha megnézek valakit dirigálni, akkor 2 perc alatt tudom. Hogy akkor milyen. Magadat hova teszed? Most mondjam el, amit az előbb négy szem közt beszéltünk. Mondd el. Az az etikátlan gondolatom van ezzel kapcsolatban, amit az utóbbi években tudtam megfogalmazni magamnak, hogy én magamról tudom, hogy nem felelek meg azoknak a kívánalmaknak, amit most ez nagy képviségnek fog tűnni, amit egy Furt Wengler méretű előadó azzal tud produkálni, hogy ő igazán közel van szerzőhöz és művéhez. Én ezeknek a kívánalmaknak nem felelek meg, egy nagyon magas mércéhez képest. Azért csinálom a pályámat tovább, mert egyrészt nagyon szeretem a zenét, és körülnézek, és nálam sokkal a tehetségtelenebb százalékokat látok, akik fényes karriert csinálnak karmesterként. És itt térnék vissza arra, amit mondtam, hogy a karmesterséget egyébként nagy vonalakban szélhámos mesterségnek tartom. Gondold el, hogy lehet valaki híres tenorista, hogyha nem jön ki a magos hang neki, vagy hogy lehet valaki kiváló zongorista, hogyha állandóan mellépű föl, vagy egyáltalán semmilyen kapcsolat. Tehát, és közben én és hogy járhatja be valaki a világot karmesterként? Úgyhogy ezt annak idején nyilatkoztam, és erre a nyilatkozatomra büszke vagyok, hogy azt mondtam, hogy sajnos ez a szakmához nem kell más, mint egy megnyerő föllépés, egy kiváló koreográfia és meggyőzőnek tűnő instrukciók sora, amit alkalmanként még egy kiváló zenekar is bevesz, és különösebb zenei képzettség nélkül kész a fényes karrier. Sajnos ez a
véleményem a dologról. És ez nem zárja ki ezt. Is ez a vélemény. Nem, nekem nem nagyon jó a koreográfiám, és úgy gondolom, hogy az én instrukcióm, ha egyáltalán így kell nevezni őket, tehát amikor én muzsikus kollégáimmal dolgozom, akkor úgy gondolom, hogy általában ritkán mondok fölösleges, vagy olyan dolgot, ami nem passzol az előadandó műhöz. De szóval az első tézisem, amire egyébként Karl Böhm is, akit nem tartottam nagyon nagy művésznek egyébként, de ő Strauss nyomdokában. Pedig őt is nagyon magasan jegyzik, mint karmester. Természetesen, de nem tartom, tehát őt egy professzornak tartom a pódiumon, szemben Furtwängler-rel, Klemperer-rel is az egész az akkori generációval, de a lényegeset a mesterétől, mentorától, Richard Strauss-tól kapta, hogy nevezetesen, hogy a karmesterséget nem lehet tanítani, meg lehet tanítani egyfajta mozgásrendszert, meg egyfajta közlekedést zenekarokkal, de a lényeg, és ez az, amire az előbb céloztam, hogy a szerzőt és a művét átadni közönségnek és zenekarnak, ezt nem lehet tanulni, erre született tehetség kell. Én azt tudom mondani, hogy az utolsó éveimben ilyen szempontból javultam, tehát legalábbis azt gondolom, hogy közelebb kerülök az előadandó műszerzőjéhez és magához a műhöz, csak közben a koromnál fogva fogynak az agyi kapacitás és a fizikai, és hát még nem panaszkodom. Van, aki azt mondja, hogy 70 éves korára érik be abszolút, igazán egy karmester. Abszolút, és most, hogy egy nevet mondjak, Lovro von Matacsics, aki talán a mai generációnak már nem mond semmit. 80 éves, én még a Zeneakadémián abszolút. 80 éves korában valahogy kibotorkált, és nevezetesen rádiózenekarral Istenek alkonya harmadik fölvonást csinált, és a csillár leszakadt. Pedig csak, szóval nem igazán de volt informatív. De úgy tudott nézni. Olyan gesztust tett hirtelen. Egyébként hagyta a zenekart, akik az ő kedvéért, mert volt, ahogy mondani szokás, olyan kisugárzása. Eljátszották akkor is jól a hangokat, amikor a kézmozdulatai nem igazán voltak informatívak. Újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, szeretettel Kata vagyok. Hát mindenek előtt a művész úrnak egy személyes megjegyzés, mint közönség. Én azt gondolom, így 60 körül és ilyen életmű után már nem szabad ennyire szerénynek lennie. Ez csak így eszembe jutott. Én élőben a Giselle-t és a Rigolettot hallottam dirigálni általa az operában, de ez már hát legalább 10 éve volt. Azt viszont tudom, hogy a Bayreuth ünnepei játékok zenei asszisztense volt hosszú éveken keresztül. Nem tudom, most a tokiói filharmonikusok első vendégkarmestere-e még. Ezzel kapcsolatosan viszont szeretnék kérdezni, aztán el is köszönök majd közben, hogy mint tudom, a japánok nagy tisztelői a Kodály módszernek, hogy ön személyesen mit tapasztal ezzel kapcsolatosan. Én sok japán művész hallottam a Zeneakadémián nagyon nagy sikerrel és nagy szeretettel hallgattam őket. Elköszönnék, nagyon boldog, békés ünnepeket kívánok önnek. Önnek is viszont hallásra. És akkor még egy telefon vagy Skype-ot várunk. Igen? Szeretném még egyszer mondani, hogy nem vagyok szerény. Igen, te így ítéled meg. Okay. Ne, ez nálam egy szakmai gondolkodás és ítéletmód. De hozzátettem, abból látszik, hogy nem vagyok szerény, hogy körülnézek, és nálam tehetségtelenebbeket látok vígan megélni ebből a mesterségből. A japánnal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy először is említetted, hogy külföldet járó vagyok, ami csak részben igaz, mert én világéletemben gyáva is voltam, meg nem nagyon merészkedtem ki Magyarországról, és igazából az én külföldi vendégszerepléseim mindig valami véletlenhez kötődtek, és igazából két együtteshez. Az egyik az említett Szlovén Filharmónia volt, ahova egyszer meghívtak még ifjú koromban, és ott nagyon jó kapcsolatba kerültem a zenekarral, és akkor ott is első vendégkarmester lettem, és akkor évekig hosszan visszajártam, és nagyon jó kapcsolatunk volt. A tokiói filharmonikusokhoz én úgy kerültem, hogy Sas Szilvi
elvitt magával, neki ott szerződése volt két opera koncertre, és nevezetesen különösen a Wagner koncertje, ami nettó két órás műsor volt, arra engem javasolt, kért, mert mi nagyon jóba voltunk, és tudta rólam, hogy bennem empatikus kísérőre talál. És elmentem vele Tokióba, az abszem nem fért. Lényeg az, hogy olyan jól sikerült a koncert, hogy onnantól kezdve állandóan visszahívtak. Papíron most első vendégkarmester vagyok, de ők ebben nem törődnek. Utoljára két éve voltam náluk, akkor egy ligeti koncertet dirigáltam. De ezt azért meséltem el ilyen részletesen, mert egyébként nem vagyok világjáró karmester. A két kapcsolatom jellemző módon úgy alakult, hogy egyszer odatévedtem, és akkor kaptak rajtam, és hosszú távra munkakapcsolatba kerültem velük. Adjuk az utolsó telefont. Jó estét! Jó estét kívánok! Horovic László vagyok. Szeretettel üdvözlöm a Kovács János művész urat és a Bóta urat is. És szeretném elmondani, hogy mi személyesen ismerjük egymást a Kovács János művész urral, mert 4,5 évvel ezelőtt én búcsúztattam a feleségét. Biztos emlékszik rá, a Farkasréten. Igen. Igen, és hát azóta is figyelem a pályáját, és többször volt szerencsém látni, többek között az Erkel Színházban is, például legutóbb, azt hiszem szeptemberben volt a Simándi József 100 éves születésnapja, napjára egy koncert, ahol a Jonas Kaufmann is közreműködött, és azt ön vezényelte többek között. És még azt is el szeretném mondani, hogy amikor megismerkedtünk, ugye fölvitt a lakására, és volt szerencsém még megismerni a Sudlik Máriát, aki akkor már ágyban fekvő beteg volt. És szeretnék kívánni boldog ünnepeket, és minden jót. Viszonthallásra! Köszönjük szépen. Viszonthallásra! Hasonlókat kívánunk. Tervek? Hát... igazából most úgy tűnik majd, hogy patetikus szavakat használok. Igazából miután a párom elment, engem a zene éltet. Tehát ha bemegyek, otthon egyedül rossz gondolataim vannak, nem állandóan, de ha bemegyek bármelyik tisztelt zenekarral próbálni, vagy koncertet csinálni, akkor általában közöttük feloldódok, és a zene az magával ragad. Tehát ez az egyetlen életforma. És te beszélgetsz is a zenekarral, tehát általában nem vagy ilyen diktátorkarmester. Hát ez a születésemnél fogva adottság, amiért meg kell jegyeznem, hogy ez egy olyan ambivalens dolog, hogy... nemrégiben elhunyt kedves kollégám Lukács Ervin mondta nekem, hogy neked az a bajod, hogy nem tartod a 3 lépés távolságot. De én ezt nem megfontolt szándékkal, hanem mert ilyennek születtem, ilyennek neveltek a szüleim, eszembe nem jutna, és ezen nem is tudok változtatni. Ennek egyfelől van egy elképesztően jó hozománya, nevezetesen, hogy zenész kollégáim megszólítanak és megkérdezik, hogy miért így csinálod, miért nem inkább úgy. Ebből a eddigi pályám során elmondhatatlan sokat profitáltam. Másfelől van egy olyan rosszabb hozománya, hogy miután tudják rólam, hogy emberszabású vagyok, ezért a zenekari fegyelem az én próbáimon utóbbi időben talán már megvan, de nem érzik olyan kötelezőnek. Tehát valóban nem vagyok diktátor, és abban a pillanatban, hogyha érzik, hogy valaki nem erősen ül a nyerekbe és nem tartja a zablát, akkor képes kialakulni egy kisebb fajta kupleráj. Ez a veszély fönnállával, hogy én az ilyen plebejus karmesterek közé tartozom. Hát akkor köszönöm, hogy engem is kvázi zenekari tagnak néztél és beszélgettél velem. Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást is. És most látjuk majd még vezényelni Kovács Jánost, Wagnertől a Bolygó Hollandiból a Matróz kórust, még megmutatjuk vele, de elmondom, hogy jövő héten is lesz Bóta Café, tehát december 28-án szerda este
9-től, most már nem merem mondani ezt a világot járó művész, de szintén elég sokat megfordult a világban, és rengeteg díjat nyert össze. Czakó Ferenc animációs filmrendezőről van szó, akinek tudják, vannak ilyen populáris művei, amit szinte mindenki ismer, az Én Ottól a Sebajt Tóbiásig, meg a Töf-töf Elefántig, és vannak mindenféle ilyen veretes művészfilmjei, meg hát amiről nagyon ismert a Homok animáció, amit egyébként Pódiumon is csinál, zeneművekre is, akár élő zenére, és megteremti ott helyben a zenének a festői látványát. Tehát akkor Czakó Ferenccel várom Önöket egy hét múlva, december 28-án, szerd este 9-től a Bóta Caféban, várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, persze megint lesznek ajándék színházi jegyeink is, és akkor most egy részlet a Matróz kórusból. A viszontlátásra, és természetesen boldog karácsonyt! A műsor médiapartnere a Népszava.